A műsor dekorációját a Borvirág Szalon készítette. Értékek, hungarikumok, magas színvonalú alkotások kapnak főszerepet a mai kultúrképben. Köszöntöm Önöket! Bemutatjuk az új halasi csipkés ruha kollekciót, meghallgatjuk Radics Sándor mesteri címbalomjátékát és László Attila énekét. Beszélgetünk Bakó Katalin népdalénekessel a halasi emlékeiről, és természetesen olvasmányt és programokat is ajánlunk. Tartsanak velünk! Értékes minőség, halasi csipkék elegáns ruhákon. Országszerte nagy érdeklődés kísérte Rivnek Tünde divattervező új halasi csipkékkel ékesített ruha kollekciójának a bemutatását. A premier Kiskunhalason volt a 20. csipke kiállítás megnyitóján. A modellek nagy sikert arattak, és a tervek szerint folytatódik a tervezőnő és a csipkevarrók közös munkája. A csipkék királynője, a királynők csipkéje. A halasi csipkék finomságából és Rivnek Tünde divattervező kreativitásából egy szemet gyönyörködtető, elegáns ruha kollekció született. A csipkevarrók és a tervezőnő közös munkája csodás eredményt hozott. Fél évet dolgoztunk rajta, és hát nagyon hálás vagyok minden csipkevarrónak és Évának, az igazgatónőnek is, mert tényleg, ahogy ez a fél éves alkotási időszakot megéltük, ez nagyon, nagyon inspiráló volt, és nagy örömmel, és szeretettel, és tisztelettel telt. És ez jellemzi leginkább ezt a kollekciót, mind színvilágában, mind formavilágában. Színekben ugye a fekete-fehér ez az állandóságot fejezi ki, és ezzel a gyönyörű nemzeti értékkel kiegészítve a halasi csipkével azt az üzenetet hordozza önmagába, hogy az értékeink legyenek állandóak a hétköznapjainkban. A ruhák színvilágát tekintve szerepet kapott természetesen a sötétkék, egy ilyen középkék, illetve a világos kék. Ugye a kék a bizalom színe, ez a szín is kifejezi azt, ami ugye ennek az együtt alkotásnak a legfontosabb, egyik legfontosabb pillére, hogy megbíztunk egymásban, hiszen amikor ők meglátták a rajzokat, ők feltétel nélkül elfogadták, illetve hál' Istennek tetszett is nekik, és én is szabad kezet adtam nekik abban, hogy a csipkékben milyen motívumvilág jelen meg. Úgyhogy körülbelül ez jellemzi ezt a kollekciót. Először is azoknak a hölgyeknek ajánlom, akik munkahelyükön kívül is szeretnek egyedien és elegánsan öltözködni, valamint nagyon fontos nekik az, hogy az identitásukat, a hovatartozásukat, illetve a kultúrájukat megjelenítsék, képviseljék az öltözékükön. És a kollekció tulajdonképpen a nappali viselettől az estélyi ruháig minden típusú ruha megtalálható benne, és föl lehet belőle öltözni. Egy nagy klasszikust választottam az egyik alapanyagnak, a Chanel anyagot. Van benne egy Cheyenne Burett alapanyag, 100%-os pamut alapanyag és tiszta Cheyenne. Ezekben a kreációkban a hölgyek valóban királynőnek érezhetik magukat. A modellek is szívesen viselték a halasi csipkékkel ékesített ruhákat. Nagyon szerettem Tündének a ruháit, szerintem nagyon szépek, és viszonylag szerencsés vagyok, és már sok ruháját bemutathattam. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyon jó érzés viselni, és nagyon szerencsés vagyok, hogy már több éve együtt dolgozhatok Tündével, és nagyon tetszik az értékek, amiket képvisel. Mesélte Tündi, hogy akár 3 hónapot, vagy akár 1 évet is kell várni egy bonyolultabb csipkére, úgyhogy nagyon sok munka van benne, és nagyon tisztelem őket ezért. A 20. halasi csipke találkozón volt a kollekció premier bemutatója, és már most sok újabb meghívást kapott, például Bécsbe és Horvátországba. A tervezőt továbbra is inspirálja a halasi csipke, így minden bizonnyal lesz még folytatása a közös munkának.
De az az igazság, hogy most is nagyon nehéz volt abba hagyni, hogy 10 darabot terveztünk, 18 darab lett belőle. Rengeteg sok minden inspirált, és már kitaláltam például, hogy mi a következő kollekció, úgyhogy hát igazából egy ilyen alkotó közegben az inspiráció az egyszerűen létrejön, úgyhogy ötleteink rengeteg van, Istennek hála, a lelkesedésünk és a szaktudásunk is megvan hozzá, úgyhogy igen, fognak még születni új kollekciók. Bármilyen zenét eljátszik a címbalmával, a Hungarikum Halasi Csipkék otthonában zenélt a 20. csipke találkozón a Guinness Recorder többszörösen kitüntetett mestercímbalmos Radics Sándor. A zenész folyamatosan járja az országot és a világot, most szombaton július 10-én pedig unokahúgával, Radics Gigivel ad jótékonysági koncertet Kecskeméten, de várhatóan hamarosan ismét ellátogat Kiskunhalasra is. Mesterfokon cimbalmozik Radics Sándor, már kisgyermekkora óta zenél, viszi tovább családja muzsikus hagyományait. 6 éves korom óta zenélek, tulajdonképpen elsőnek zongorázni tanultam 3 évig, és akkor az édesapám, bátyám javaslatára tértem át cimbalommal, mert az egész anyai apai ágon mindenki cimbalmos volt, és mondták, hogy jó volna tovább vinném a cimbalmot is, egyszerűen beleszerettem a hangjába. A cimbalommal, ami már a hungarikumok közé tartozik, nincs lehetetlen. Aki ért hozzá, lényegében bármilyen zenei stílust el tud vele játszani. Sokan tévedésben vannak, hogy meglátnak egy cimbalmot, és azt hiszik, hogy csak cigán zenében lehet ezt használni, mert ugye onnan terjedt el tovább, de viszont lehet ezen klasszikus jazzet is használják is. Például én nagyon sok ország zenét tudom, például kínai zenétől, a japán zenétől, a törökig, a olasz, sorolhatnám különleges zenéket, de például nagyon szépen lehet rajta játszani klasszikus zenét, ami nekem a szívem, Chopint például, vagy egy Beethoventől, egy Führerist, vagy Örömódát, vagy Strausstól, Keringőköt, hát gyönyörűek dallamokat lehet ebből varázsolni. Hungarikum lett a cimbalom 2 évvel ezelőtt, és a Hungarikum Bizottság engemet választott, és járom most az országot cimbalommal magyar. Egyébként leszek majd még Halason is ennek kapcsán, különleg piacokon megfordulok, fürdőkbe. Úgy tűnik, majd a piacon fogok itt muzsikálni, majd felveszem a kapcsolatot a városvezetőkkel nyár folyamán, és akkor ebből járom az országot. Radics Sándor és a cimbalma szinte az egész világot bejárták. A mester cimbalmos a 100 tagú cigányzenekar jószolgálati nagykövete, a Magyar Turizmus ZRT megbízásából pedig a nagyvilágban képviseli hazánkat. Olyan különleges helyeken muzsikáltam, mint Libanon, Beirutba például, vagy Szingapur, vagy nemrég voltam Kínába, Hongkongba, Pekingbe, Shanghaiba, és még mellette én 10 évig Hollandiába éltem, leragadtam, még a múlt században is vissza sem mondom, 3 hónapra mentem volna Amsterdamba, és 10 év lett belőle, utána átmentem Belgiumba, nagyon sokat járok Németországba, és most 2 éve a pandémia előtt egy nagyon nagy megtiszteltetés ért engemet, mert egy olasz színházi darabban voltam, leghíresebb olasz színészekkel.
Európai Unió nagydíjas mestercímbalmos, a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári fokozata kitüntetettje, Radics Sándor munkásságát, jótékonysági tevékenységét számos díjjal ismerték el, sőt, Guinness rekord is köthető a nevéhez. 2 vagy 3 éve Kecskemét 650 éves volt, és annak a tiszteletére én 650 percet játszottam egyfolytába, neves művészekkel, Budapestről főleg, és rekordkíséretet állítottam föl, és tudomásom szerint Magyarországon én vagyok, akinek ez sikerült, de úgy tűnik, hogy nem nagy képviségből mondom, hogy a világon is, ma utána néztek, hogy más hangszer már volt, de cimbalommal nem. És felajánlottam a onkológiának a bevételt, és ennek a tiszteletére kaptam meg a Köztársasági Érdemkeresztet, és Guinness rekorder vagyok. Hazánk egész területéről, sőt még Erdélyből is érkeztek rajongók a Csillag születik győztesének, László Attilának a kiskunhalasi koncertjére. Sokan nem is gondolnák, de az énekes fiatal kora ellenére már 10 éve járja koncertműsorával az országot, azt mondja, még nagyon sokáig szeretne színpadon állni. Vigyázz a madárra, ha kertet beretül, őrizd meg a csendet, el sem menekül, baj valami lát. Egyszer újra messze száll. Egy nagy sikerű zenés programmal folytatódott a Halasi Média és Kultúra Kft. Által szervezett kaszinó udvari esték sorozat. A vendég ezúttal László Attila és zenész társa volt. A tehetséges énekes nevét éppen 10 évvel ezelőtt a Csillag születik című televíziós műsorból ismerhette meg az ország. Nekem a zene az mindig is az életem része volt, és én mindig is a zenével akartam foglalkozni már kiskorom óta. És ez a műsor, ahol mikor elindultam, ez csak egy próba volt igazából, tehát ezt a műsort mi már régebb is láttuk a szüleimmel ott Kézivásárhelyen, és mindig így eszünkbe jutott, hogy milyen lenne itt is kipróbálni, eljönni Magyarországra, és így megmérettetni. És hát akkor így jött ez az egész, tehát hogy mindenképp a próba és a szerencse próbálás. Mind ahogy a népmeségben is elindul a gyermek szerencsét próbálni a nagyvilágban, mondhatni. Olyan szép a nagyvilág, és vár ezer határjá, tudom volt az ismeretlen tár, ne légy ki, mindig visszatér hozzá. Egy szál virág is pontolj szép, nem kell csokorolj boldog lény, elég csak egy pillanat talán. Azt, hogy milyen sokan szeretik László Attila hangját, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy kiskunhalasi fellépésére az összes jegy elkelt, s a helyi rajongókon kívül szinte az ország egész területéről, sőt még Erdélyből is jöttek érdeklődők a koncertre. Most is például körülnézek itt a közönségben, látok olyan arcokat, akiket máskor is szoktam látni, akár az ország másik felében. Tehát van egy ilyen csapat, aki általában szokott követni nagyjából. Mindig vannak ismerős arcok, és számomra mindig az egy jó érzés. Tehát egy előadónak az a legjobb érzés, amikor érte jönnek el, és látja, hogy kíváncsiak arra, amit ő csinál. És én örülök annak, hogy vannak, akik eljönnek és akarnak hallgatni. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezet, én utánad megyek. Attila zenésztársa Máté is nagyon élvezi a közös fellépéseket. Mint mondja, ha csak két ember áll a színpadon, sokkal nagyobb odafigyelésre van szükség, mintha egy egész zenekar kísérni az énekest. Elsősorban a zenekari fellépésekhez képest nagyon jó, hogy minden tisztán hallatszik. Kijönnek tisztán az énekek, könnyebb odafigyelni a vokálszólamokra, magára a játékra, és sokkal jobban együtt lélegzik a produkció, mint egy zenekarnál, hiszen nincsen dobos, aki adja az ütemet, hanem egymásra vagyunk utalva. Magyarul mind a kettőnknek oda kell figyelnie kellőképpen, de egyelőre pár ilyen duóbulin vagyunk túl, viszont nagyon élveztük, tehát imádjuk. Általában a testbeszédünkkel tudunk kommunikálni. Elég egy odapillantás, már tudja a másik azonnal, hogy éppen vége van a dalnak, vagy dinamikában lejjebb megyünk, vagy egy következő dal mi lesz. Szóval ez így egy kialakult, egy ilyen tudatalatti. Tehát nincs is ez előre megbeszélve, hanem egyszerűen érezzük egymás ritmusát. Jöjj kedvesem, hiszen szép szemet k-
könnyes. Úgy érzem, mást akartál. Jöjj, kedvesem, hiszen szép szemed könnyes. Úgy érzem, most csalódtál. László Attila gyakran elgondolkodik arról, milyen szerencsés, hogy már 10 éve a zenei pályán tevékenykedhet. Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, továbbra is ezen az úton szeretne haladni. Sokat felléphettem, és azóta is igazából a 10 év alatt így összességében is ezt tudom elmondani, hogy szerencsésnek érzem magamat, hogy még mindig a zenével foglalkozom, és még mindig azt érzem, hogy 10 év múlva is ezt szeretném mondani, hogy még mindig a pályán vagyok, és mondhatni, rögös úton járok, és minél arra törekedve, hogy minél többen megismerjenek, és ezt minél jobban csináljam. Van egy tenger, ahol valahol velem együtt vagy, te is elmerülsz. Lehet bármilyen messze, de tőlem nem menekülsz. Bakó Katalint kislánykora óta népdalénekesként ismerik a halasiak, azóta némileg más felé terelte az élet, de ha úgy adódik, bármikor dalra fakad. Férjével, a népzenész Újvári Gáborral a közelmúltban a Forrás Új Tükör klub vendégei voltak. Többek között arról is beszéltek, hogy milyen emlékek fűzik őket a klubnak otthont adó közösségek házához. Ehhez a térhez, a közösségek házához mindig nagyon jó emlékek kötnek, mert hogy a kezdetektől fogva itt voltam a táncházakban, a férjemmel itt találkoztam ebben a teremben, tehát hogy ez egy nagyon fontos helyszíne a kiskunhalasi művelődési életnek, úgyhogy ez mindenképpen fontos számomra. És ugye mi úgy ismerünk téged, hogy a kezdetektől te énekelsz, mióta itt Halason vagytok, vagy voltatok? Végül is igen, tehát hogy 1987-ben költöztünk ide, és 1988-tól Franciane Kékes Zita énektanárnő volt, aki elindította a népdalversenyeken, és onnantól kezdve gyakorlatilag mindig énekelek, ez az egyik kifejezési módom. Jelenleg hol tartasz a pályádban, most mivel foglalkozol, és a népzene, az éneklés mennyire része az életednek? Hát nagy fába vágtam a fejszémet, mert tavaly júniusban szereztem meg a második egyetemi diplomámat, úgyhogy az 5 évet vett el az életemben, úgyhogy most már magyar tanár is vagyok, meg könyvtáros tanár. Jelenleg az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban dolgozom. A gyermek és ifjúság irodalmi gyűjteménynek vagyok az egyik anyukája, és hát ennek kapcsán sok minden az oktatások kapcsolatos dolog a feladatom, és emellett az éneklés az ilyen hobbi szintű, meg otthoni elfoglaltságá. Hát nem az, hogy törpült, de hogy most kicsit máshol vannak a hangsúlyok, úgyhogy jó újra énekelni. Sokat gondolkoztam, míg annak előttem, felségednél sorsunk rendelben. Amikor 2 éve a Vékuriában augusztus 20-án feléptetek, hárman Halasról elszármazott névdalénekes lányok, akkor azt mondtátok, hogy olyan jó volt ez a közös munka, hogy te nem folytatjátok. Nem tudom, ez ügyben történt-e valami előrelépés? Hát a pandémia közben szólt, tehát tartjuk a kapcsolatot. Én szeretném, hogyha lenne, úgyhogy most ez nagyon jó, hogy ezt így megkérdezted, mert most akkor föl is fogom őket hívni, hogy akkor folytassuk. A mese meg a közös alkotás, ez nagyon fontos része lett az életünknek, úgyhogy az mindannyiunk számára egy nagyon jó tanulási folyamat volt, és nagyon jó volt együtt dolgozni, úgyhogy remélem, hogy lesz folytatása. Ha együtt dolgoztok, akkor mire helyezitek a hangsúlyt? Halasi, Halas környéki népdalokra, vagy nem tudom, hogy neked mi a kedvenced, ugye erdélyi származású a családotok?
Nekem igazság szerint nincs kedvencem, mert minden élethelyzetre van népdal is, meg mese is, tehát hogy éppen ami szükséges, úgyhogy most például azért fogok Somogyit énekelni, mert hogy napok óta, hetek óta az a dal, ami járkál a fejemben, tehát hogy úgy érzem, hogy úgy tud hiteles lenni, hogyha azt adom, ami éppen foglalkoztat. A próbákon nyilván az is meghatározza, hogy mi a feladat, vagy mi a cél, hogy mit szeretnénk előhozni. Azért Kingával is, meg a Nórival is elég közös, nagyon alapos népzenei közös élményünk, meg közös anyagismeretünk van, úgyhogy nem volt probléma sem az erdélyi, sem a magyarországi tájegység dalainak az együttes eléneklése a próbákon, úgyhogy a határa csillagos ég. Most sem egyedül érkeztél a pároddal, népzenész. Mennyire hatja át a népzene az életeteket? Tehát, hogy otthon is hallgattok népzenét, vagy akár leültök zenélni, énekelni? De azt kell mondjam, hogy a férjemnek, Újvári Gábornak az életében sokkal inkább benne van most a népzene és a zenélés, éneklés, mint nekem, mert hogy ő a Sülti zenekarnak az egyik furujása, alapító furujása, és ő neki két hetente, akár online, akár most már jelenléti módon táncházuk szokott lenni a Fehérvári Művelődési Központban Pesten, úgyhogy ő aktívan zenél, és hát otthon inkább az ilyen gitáros, komoly zenei zenélgetések vannak jelen, ilyen közös éneklés, hát vagy ha feladat van, vagy ha éppen olyan kedvünk van, de azért a mindennapok eléggé be vannak osztva, úgyhogy a lányom fuvolázása, meg a legkisebbik gyermekünk Borinak a gitározása mellé azért ilyen munkakiegészítő, léleküdítő gitározás fér be a Gábornak, én pedig dudorászok, jövök, megyek, de hogy így nem szoktunk leülni, és akkor 6 óra és komoly zene és kamara zenei óra. Mindig egy réteg kultúra volt, de ez a réteg, ez létezik, és a fiatalok között is, tehát ezt a táncházunkban is azt látom, hogy vannak, van, aki a gyerekeit hozza, és úgy nőnek bele, van, aki belecsöppen egyetemistaként, és megragad, tehát nem sose lesz egy populáris kultúra, de megvan az a réteg, és az utánpótlása is, aki erre fogékony. Ugye milyen jó dolog ebben a füllett nyári kánikulában leülni a hűszobában egy remek könyvtársaságában. Igazi könnyed kikapcsolódást ígér a Ha lett egy másik életed című kötet, amit a Rákóczi Gimnázium egyik diákja mutat be nézőinknek. Az én választott könyvemnek két szerzője van, Liz Fenton és Lisa Stanky. Ők barátnők, már 25 éve, és egyébként ez a könyv is arról szól, hogy van két nagyon jó barátnő, és egy osztálytalálkozón találkoznak, és ugye, hát hogy kinek milyen az élete. Az egyik szereplőnknek, ő egy karrierista, a másik pedig 3 gyermekes anyuka. Ugye a könyv címe is ez, hogy ha lett egy másik életed, és valahogy életet cserélnek, és könyv ezt végigvezeti, hogy mik történnek velük, meg hogy ezt hogyan oldják meg. És egyébként ez egy nagyon jó könyv, vicces, lendületes, őszinte, és ezt azoknak ilyen tínédzser kortól ajánlanám, felnőtteknek is, mert nagyon jó tanulság van benne.
mindkét főszereplő szimpatikus, de nekem az egyik az szimpatikusabb. Őt úgy hívják, hogy Casey. Ő a karrierista, és egyébként vicces, hogy ugye, hogy próbál így az anya szerepbe beletanulni a történet során. Nekem azért tetszett elsősorban, mert tényleg van egy hatalmas tanulság benne, ugye, hogy nem kell mindig a másét nézni, figyelembe venni, és ez nekem nagyon tetszett, és ebből tanultam. Fotókiállítás, beszélgetés, hangulatos koncert, aki kikapcsolódásra vágyik a vakáció idején, ellátogathat egy-egy kulturális eseményre. Programajánló rovatunkban az elkövetkező napok kínálatát gyűjtöttük össze. Portrék, tájképek, absztrakt fotók, fotótanoda 2018-2021 címmel nyílik tárlat. Július 9-én a Sétál utcai közösségek háza nagy termében. A kiállításon egy amatőr fotósokból álló társaság munkái láthatók, akik több éven át tanulták a fényképezés elméletét és gyakorlatát. A 13 fős csapat közel 500 képet mutat be. Rácz Fodor Katalin művésztanár nyitja meg pénteken 18 órakor a tárlatot, a rendezvényen Kis Bernát gitárjátékát is hallhatják. Egy újabb hét, egy újabb vendég a Forrás Új Tükörklubban. Ezúttal dr. László néptáncos avatja be életében, munkásságába az érdeklődőket. Minden bizonnyal a halasi táncos évek is szóba kerülnek. A Halasi Média és Kultúra Kft. Beszélgetős estje díjmentesen látogatható. A program július 13-án, kedden 18 órakor kezdődik a Közösségek Házában. A Halasi Tükör című hetilapban hétről hétre jelennek meg kulturális tartalmú írások. A lap e héten többek között interjút közöl Mókus Anita kiskunhalasi alkotóval, aki fotó és irodalmi pályázatokon vesz részt. Olvashatnak a Csipkeház kiállításairól, de Abaházi Csaba és Dombóvári István is nyilatkozott a lapnak. Folytatódnak a kaszinó udvari esték a Sétál utcai közösségek háza udvarában. Ezúttal a Molnár Dixieland és Szulák Andrea adnak majd minden bizonnyal hangulatos koncertet. A program július 15-én 19 órakor kezdődik. A belépőről a Halasi Média és Kultúra Kft. Sétál utcai ügyfélszolgálatán lehet érdeklődni. Zenével zárjuk mai műsorunkat. László Attila kaszinó udvari estjéből hallhatnak egy részletet. Új kultúrképpel egy hét múlva jelentkezünk legközelebb, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra! Annyi mindent kéne még elmondani, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok. Egyet mondunk, s egyet gondolunk. Haldokló világ, mint az 5 millió magyar.
a nagy világ. Mint porba hullott mag, mi többé nem ered, s ha nem vigyázol rá, olyanok leszünk mi is nélküled. S bár a lényeget még nem érthetem, amíg nem éltél egész éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből való. A műsor dekorációját a Borvirágszalon készítette.